Nos, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Junkers 88-as Kobi építőkészlet 13. epizódjában. Eljutottunk odáig, hogy a repülőgépünk így készen van, és a következő képen már azt látjátok, hogy magát a gépet kell összeraknunk a szárnyal. Ide is készítettem az előzőleg már megépített ugye szárnyakat, mind a kettőt, és nekünk most először, hát ha a géppel szembeállunk, akkor a baloldali szárnyra van szükségünk. A baloldali szárnyat pedig bele kell nekünk ide így tenni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a kis tüskéket, amiket itt láttunk, hogy felszereltünk rá, azt ide kell bele juttatnunk, így, és rá kell pattintanunk a szárnyat a helyére. Hát, ja, és akkor az így rápattan a... Hát ez jó, érdekes lesz így, de mindegy, jó. Az a lényeg, hogy ezt meg kell próbálni így összepattintani. Nem lesz könnyű feladat, már látom előre. Tehát ezeket szerintem egyelőre csak azt kell csinálnom az egésszel, hogy fogom a szárnyat és rá igyekszek pattintani ezeket a tapicskákat a helyére. Így, és így, ez nagyjából így készen van, és amikor ezzel megvagytok, akkor meg kell fordítsátok, ezt a négyet rápattintottam ide a helyére, nem fogja ez még annyira izmosan, tehát meg kell fordítanom a repülőgépet. Jó, és le kell tenni a gépet a hátára, így ide, elénk, így, óvatosan, hogy a propellerre óvatosan figyeljetek a légcsavarra, és ugye rajta van ugye, rápattintottuk azt a elemet, és a következő kép szerint ugye most van az, hogy majd rögzítenünk kell a géphez, úgyhogy ez nekünk szükségünk lesz, ugye itt vannak még ezek az elemek, nekünk szükségünk lesz egy darab olyan szürke elemre, ami 2x6-os egy darabra, szükségünk lesz nekünk egy 1x6-os ilyen elemre, szükségünk lesz egy 1x3-asra is. Oké. Ezek megvannak. És szükségünk van nekünk ezek után még kettő ilyenre, ami így néz ki. Igen, egészen pontosan. És szükségünk lesz nekünk még egy ilyenre is, egy 3x4-es szürkére. És szükségünk van, ugye mondtam, hogy van kettő tengely még a készletben, az oda lehetne mérni igazából, de nincs más már hátra, csak ezek vannak, jó? Na most a gépet egy picikét igyekszek óvatosan arrébb csúsztatni, így ide. Közelebb hozom, és ugye megépítjük ezt valamit. Fogjátok, ezt így egymás mellé rakjátok, így, ezt a kettőt. És erre rá kell pattintanotok ezt a 3x4-est, mégpedig úgy, hogy ez, én mutatom, hogy én hogy csinálom, mert így szerintem egyszerűbb, az asztalapon szórakozni vele, így ezt rá pattintjátok, és a másikat pedig így ide rá pattintjátok. Aha, nem egészen, de jó, akkor lesz egy ilyenünk. Mögé kell tolni ezt az 1x3-ast, és rá kell pattintani, igazából itt is megint az a választási lehetőségünk, hogy fogjátok ezt, de ráteszitek ezt a valamit így a végére. A másik valamit, várjunk, már nem is kettő kell, hanem három kell ebből. Kettő és három, és amikor ez fent van rajta, így, akkor az egészet össze kell fogadni ugye a fedéllel, így, ez az, és akkor van egy ilyenünk. És amikor ezzel készen vagytok, akkor bele kell pattintani, vagy tolni a tengelyt, szerintem tolni egyszerűbb. Jó? Tolni egyszerűbb, és én úgy csinálom, hogy nagyjából egyforma hosszú legyen az egész. Na most itt mutatja ő azt, hogy ezt rá kell tenni ide az aljára a gépnek. Igyekszem mutatni. És ezt a valamit ide bele kell úgy tennetek, így, hogy ez fogja
az egész szárnyat. Tehát ide ezt föl kell, hogy pattintsuk valamilyen úton, módon rá, úgyhogy ez jó legyen. Hát ez nem egyszerű feladat szerintem. Jó, megpróbálkozunk vele. Ez így, igen, oké, és hát ez nem egyszerű, szóval ez totálisan nem egyszerű, igen, ezt így föl kéne pattintanunk rá, hát ez, valamennyire belepattintom, és akkor megpróbálom utána így helyre állkatolni, itt, így, hát hogy fönt meg lejött, nagyon jó, hát akkor ezt így egyszerre alul-fölül nyomva, próbálkozunk meg ezzel a dologgal. Hát ez a megoldás, ez valószínűleg másképpen nem tudták megoldani. Maradjunk ennyibe. De hát erős küzdelem van. Maradjunk annyiban, srácok, hogy erős küzdelem van. Ezt kipattintjuk, nem is baj egyébként, majd visszarakjuk a helyére. Jó, oké. Erősen nyomkodni kell a helyére ezt a valamit. És amikor ezzel megvagytok, akkor ugye itt ezt a, szerintem ez is már a helyén van itt, legalábbis remélem, hogy a helyén van. Nem megy már bejjebb, ez a helyére került, és akkor így fogja rögzíteni ezáltal, a kis tengely által ezt a helyén a dolgot, és most már visszapattintható a helyére ugye ez a valami ide. De idáig ugye csak akadályozott minket ebben a dologban. És fölpattintom, és akkor remélem most lesz is, most fog szétesni a gép, remélem. Hát ez célszerű fogni ugye a szárnyat előről, és akkor ezt így, hát nem is tudom, látjátok, ez így kipattan. Jó, így lesz a legjobb egyébként, mert így le fogom tenni a gépet szépen, így, pofára. Ezt összepattintom, mert így a legegyszerűbb, ha ezt fogjátok, és hát olyan jó lenne, ha össze... Jó, összepattant. Kipattan, ügyesebben csinálja egyébként, ezt már rájöttem, hogy ez könnyebben megy neki. Jó, megvagyunk. Tehát itt a felsőket is egyetesen rányomkodjátok. És most jön az, hogy ugye ezzel megvagyunk, a gépet megdöntjük a másik oldalára, óvatosan. És megfogjuk a másik szárnyat is. De én mielőtt a másik szárnyat föltenném a gépre, ugye mutatjuk, hogy másik szárnyat tett föl, én megépítem ugyanúgy ezt a összeillesztő szettet, jó? Mindenféleképpen meg kéne építenünk. Megint szükségünk van nekünk egy 3x4-esre, egy 2x3-as fedélre, egy 2x6-os fedélre, egy 1x6-os fedélre, három darab ilyenre, egy, kettő és három. Így van, kell egy 1x3-as fedél. Igen, és kell egy tenge is, amit innen beszórtam, és megvan. Nagyon jó, oké, megvan. Ismét össze kell pattintani, azt mondja, hogy megfogjátok így, most csináljuk az asztalon, jó? Így, ezt így megfogjátok, lerögzítitek, és összepattintjátok. Ez az, megvan. Mögé toljátok ezt a valamit, és rápattintjátok ezeket a dolgokat itt így. Azért nehéz így, mert picikét, de engedi, jó, oké, így rá tudjátok pattingatni, és akkor ezt így 1-2, és 3, és készen van, és akkor megint az van, hogy áttoljuk rajta a tengelyt, és már kész vagyunk. Jó. Én amondó vagyok, hogy a szárnyat megint csak beakasztjuk, hogy ők adták. Nagyon óvatosan igyekszünk megfogni a gépmodarat, mert most már azért, ugye, ha most történne vele probléma, akkor nem lennénk vígkedélyűek, hogy így fogalmazzak, jó? Tehát ezt megfogjátok, és akkor ezt így szépen rá kell pattintani a helyére. 2, 3 és 4. Ez az előbb nem lehet megmutatva, de most már megvan. Hát itt látszik, hogy mekkora bitangul nagy repülőgépről beszélünk. Jó, és akkor megint meg kéne fordítanunk az egészet. De félek. Igen, és
már ki is jött, és már megint le is pattam az istenverése. De nagyon mérés vagyok erre a valamire. Na mindegy. És ide ezt ugye be kell pakkintanunk megint csak a helyére. Aha, talán most egyszerűbb lesz. Aha. Igen, talán most egy kicsit egyszerűbb volt. Az előző, ez imád lepattanni ott az a vezérsík. Aha. Jó. Próbálom úgy, nem nagyon tudok mutatni, mert az a lényeg csak, hogy össze kell nyomni. Tehát alul fogjátok azt, amit előbb ráhajtogattunk, és innen meg nyomjátok így össze az egészet. Tehát nem tudom másképpen csinálni. Gyakorlatilag ez az egyetlen módszer, hogy ez ugye megfeszüljön itt a helyén, és ez így legyen. Na, akkor most már elkészült, és most megint az jön, hogy majd a bigyót a helyére kell letenjem, de ugye megint az, hogy fogom ezt ide leszedem, és akkor ezt bepattintom föl az asztallapon. Ez imád lejönni innen. És akkor innentől kezdve visszapattintjuk a helyére, és most már akkor helyen van, és nem szórakozik velünk. Jó, a két gépágyit azt ugye fölfelé állítjuk, most már engedhetjük nekik, hogy fölfelé nézzenek. Hát a gépünk az elkészült, ilyen témóra, úgyhogy itt előttünk. Nem tudom, hogy hozzam még bejebb közelebb a dologba. Nagyjából így, tudom, a leginkább, hát... És tudom, hogy tudom úgy megfordítani, hogy még szemből talán nem. Szemből talán, hogy mekkora hatalmas. A kezem az ekkora hosszú, tehát ez azért az ott van. Tehát, na, ez azért. Jó. És akkor most van az, hogy mégsem vagyunk teljesen kész, mert meg kéne, hogy fordítsuk ezt a valamit, hogy a bombákat kéne vele építsünk. Hát én azt tartom célszerűnek, megmondom őszintén nektek, ugye itt van, a bombákat össze kell szedni, 6-6 ilyen különböző cucc kell hozzá. Hátragúzítom most a gépet egyelőre így, és itt a bombákat simán összerakjuk. Tehát ugye kell hozzá ilyen fajtából 6, 1, 2, 3, 4, 5 és 5-öt találtam idáig, remek. 5 kell? 5 bomba van? 6 kéne, 1. Ja, itt a hatodik része, itt a hatodik, így jön, 1. Kettő. Három. Négy. Öt. És 6. Tartalék alkatrésznek ezek megmaradtak így. Szóval a bombák az egyszerűen semmi más dolgotok, hogy össze kell pattintani így. Ez nem egy olyan nagy vasszizdasz dolog. Ezt így simán össze lehet nyomkodni. Így. 2. Megint egyet. Kész. És ezzel így megvannak a bombák, amiket föl kell majd függesszünk a gépnek a hasára. Na most, amikor ezzel megvagytok, akkor meg kell fordítani a gépmadarat. Így. És ugye ki lehet nyitni a bombateret. Így, ide. Ezt ki lehet nyitni, a bombateret. És hát szerintem ide nem látom, hogy valahogy hogy függeszti fel. Csak simán berakja, és akkor ennyi. Ezt csak simán berakja. Tehát ide csak simán berakja a két bombát, tehát erre óvatosan kell majd figyelni, mert hogyha ezt valaki kinyitja nektek, akkor az kihullik, ez a két bomba. De akkor simán csak berakjuk ezt a két bombát, így ide a helyére, úgyhogy elférjenek. Jó. Így, és rácsukjuk a bombateret. Így. Ennyi, ugye így rá van csukorva, hát egy kicsit így finoman mozdítani tudunk rajta, és akkor helyekön van a két bomba. Jó, és a másik bombákat pedig ide a szárny függesztékekre kell föltennünk. Óvatosan kell csinálni, mert a szárnyt nyomkodni fogjátok közben. Tehát ugye van itt két luk rajta, és azt ide kell belepattintani. Na most, egyszer,
Aha, megvan. Nem kell erősen nyomni, teljesen jó egyébként, ügyesen felpattan rá. Na. Bénázás on. Jó, tegyük a másik oldalra. Egyszer, jó, oké. Ott látom is, hogy mit csinálok itt, meg kevésbé látom, tudjátok? Tehát, oké, és akkor itt a legutolsó, amit felteszek rá, az minden fogom csinálni, és akkor így látni is fogom. Ez az. Tehát felrakunk négy bombát a hasára, ugye kettőt bele, és akkor gyakorlatilag a repülőgép ezáltal teljesen elkészült. Mondhatjuk, hogy mi is. De nem. Egyébként tök szép lett a lepcsi. Egy ekkor hatalmas repülőgépet látunk. Ez nagyon-nagyon szépen sikerült gép egyébként a kapitó szerintem. Jó, a busztában egy kicsit tudunk alakítani, hogy jobban visszaült a helyére, jól van. Oké, ezzel készen is volna. És szerintem, hogyha gondoljátok, mert még van egy csomó ebből a részből, egy 23 perc, és akkor szerintem folytassuk a megépítését a gépnek. Mégpedig a 5-ös zacsival, és akkor szerintem gyorsan szétdobálom a dobozokat, így, és akkor csináljuk a talpát is neki, mert ebben a részben vele fél még szerintem egy ilyen dolog. Hát a tartalék alkatrészeket azt ide szóljuk kicsikébe, ez az, és akkor ezt így, oké. Okay. Előveszik egy 5-ös zacsit, gyorsan föl kéne vágnunk. Az orló viszont szerintem bent van az, hogy picikét remegni fogok a már a képe. Igen. Kivettem az orlót az asztalból, és most visszateszem a helyére a kamerát. Így, nagyon jó. Itt az orló, és akkor gyorsan fölvágjuk az zacsit. És akkor folytatjuk is a Limited Edition-nél építését ennek a Junkers gépnek. Kivesszük a dobozokat belül, vagy a csomagból, és akkor öntsük széllyel a dolgot, így egyszer. Kicsit sok zacsi tett igazából, lehet, hogy ügyesen meg fogjuk tenni. Ebben a részben két is leszünk egyébként, nincs kizárva. Azért nem fogadnék rá, de négy zacspónyi alkatrészünk van csak, tehát azért az nem annyira nagyon bonyolult, úgyhogy mindösszesen egy doboznyit kell megfejtenünk. Nagyon jó. Nem is kell egy doboz, akkor ezeket gyorsan összepattintjuk. Akarok időt húzni fölöslegesen, csak mondom, hely is kellene azért, hogy lássam, hogy mit csinálok. Jó, és akkor ez még itt. Így. Ez belefogjuk ebbe. És kész is vagyunk az egésszel. Ennyi volt az 5-ös zacskó. Közben egy kortyot iszok, és most van 20 percünk a megépítésre, és akkor kezdjük el gyorsan az építkezést, jó? Na, kell nekünk ehhez utána 1x10-esből, ilyen vastagból 3 darab, jó? 1, 2 és 3 darab, kell nekünk 2 darab 1x5-ös, ilyen vastag, 1 és 2 darab, és 1x10-esből kell nekünk a lapos fajtából egészen pontosan 1 darab. Na, akkor meg is volnánk ezzel. Cseréljük így össze, hogy igen. Miért kell? Jó, igen. Kell egyszer akkor egy ilyen, így a kettőt, így össze kell tennünk a kettőt, így. Igen, a vastaggal kell, úgy, aha, így kell csinálni, egyiket így, a másikat pedig így kell összerakni. Fogjuk ezt a másik vastag 2x10-est és rápattintjuk erre a valamire úgy, hogy az elején kezdjük el a dolgot, jó? Egyszer és akkor kétszer. A másikat pedig a harmadikról. Itt egyszerűen a harmadikra pattintjuk rá ezt valamit, így. Így, és akkor ide pattintjuk mellé az 1x10-es vastagat, jó?
akkor ezzel így megvolnánk. Jó. Na most, következik az, hogy kell még egy darab, azt mondja, hogy egyszer tízes lesz szerintem, igaz? Számolgassunk gyorsan, mert azért kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, egyszer 10. Jó, az kell egy darab. Kell egyszer 5-ösből megint egy darab. Kell nekünk egyszer 8-asból, laposból egy darab. 7-es az? Annyis az vajon? Na nézzük csak meg. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, egyszer 7, ebből kell egy darab. Igen, kell egyszer 10-esből is megint egy darab, egy hosszú. Egyszer 10-esből is kell egy darab. Hol vagy már? Én nem találok egy hosszú. Egyszer 10-esből is itt van, az egy darab. És kell nekünk egyszer 2-esből. Egyszer kettesből, sima egyszer kettesből kell 2 darab, 1 és 2 darab, és kell egy darab olyan, ami így néz ki. Oké? Oké, megvolnánk. Na, ide fogjuk az egyszer kettest, fölépítjük ide, így a laposat. Nem mondom, hogy fekete, mert mindig fekete. Hát azt azért ne várjátok már, légy szíves, jó? Egyszer kettest a végére. És a legvégére föltesszük az egyszer tízest így, ennek. És összenyomjuk. Nagyon jó. A másik, azt megfogjuk, az egyszer ötöst azt rápattintjuk így ide. Így. És a... Mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez nem tízes kell, hanem 8-as kell. Egyszer 8-as kell szerintem csak, ez igen egyel több. Jó, az egyszer 7-est kell pattintanunk úgy, hogy ide 2-re nyúljon be, egyértelmű, és akkor végig lesz rajta. És az egyszer 8-as pedig rá kell pattintanunk így ide. Megvolnánk. Szuper. Jó, kell 3 darab egyszer 5-ös vastag. Azt mondja, hogy 1, 2 és 3 darab egyszer 5-ös vastag. Jó. Egyszer kettesből ismét kell nekünk 2 darab, 1 és 2 darab, az a lapos egyszer kettesből. Igen, kell nekünk egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, egyszer 10-esből kell vastagból megint egy darab. Egyszer 10-es szerintem ez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kell nekünk egy darab, most tényleg egyszer 10-es hosszúságú kell, lapos, igen, és kell nekünk megint egy ilyen kampó basszó. Cicám, ne gyere ide, légy szíves! Egy ilyen, jó? És ami is ide fog jönni, nézd meg is, ide fog jönni, ide fekszik, hát most itt járkál, ott van a feje, de feküdj le szépen, de feküdj le oda, és akkor legyél ott, jó kis cica legyél, jó? Na. Hagyjál engem játszani. Legyél itt velünk, jó? Na. És akkor kezdjük is el. Egyszer ötöset fogjuk, és akkor föltesszük ide a maradék helyre. Egyszer. Úgy. A másik egyszer ötöst föltesszük így ide. Így. És a vastag egyszer tízes pedig mögé építjük így ide. Jó? Ez az. Hát ez egy kicsit egy ilyen, nem tudom, egy ilyen dzsúvás lett. Na mindegy. Oké. A másik oldali, ott kezdjük el a dolgot úgy, hogy felépítünk egy egyszer kettest, így. Aztán föltesszük rá az egyszer tízest, így. Ez az. Föltesszük rá ide a kis karmot, mégpedig úgy, hogy arra kifelé álljon, és tesszük el egy egyszer kettest. Nagyon jó. És mikor ezzel készen vagyunk, akkor a végére még kell nekünk tenni egy egyszer ötös vastagot így ide. És akkor itt vagyunk, oké. Lapozzunk tovább, mert ügyesen haladunk ezzel a laggal. Na, jó. A következő kép, az pedig olyan kell nekünk. Kell nekünk egy darab egyszer kettes, de vastag. Kell 3 darab, azt mondja, hogy egyszer tízes.
egyszer 10, jó, ebből 3 darab kell, egy vastag ecetesből, 2 és 3 darab, egyszer 3-as vastagból kell nekünk ilyenből 1 darab, és egyszer 5-ösből is kell nekünk még 1 darab, oké, megvagyunk. Na most, ezek után mutatja, amikor jó. Kezdjük ezt a felénk közelebb lévővel, egyszer ketteset fölépítjük a végére, fölteszünk egy egyszer tízest, így, és az egyszer hármassal befejezzük, így, jó? Egyszer kettes, egyszer tízes, egyszer hármas, oké. Következő, a következőre fölépítünk egy darab egyszer tízest, így ide, nagyon jó, ide rakjuk az egyszer ötöst, ide rakjuk mellé az egyszer tízest. Oké. Következőképpen semmi más. Lefordítjátok, és összepattintjátok, jó? Így. Ez az. Készen van. Jó, utána szükségünk lesz nekünk 3 darab ilyen alkatrészre. Egyszer négyes mindkét oldalán furt. 2 és 3. Szükségünk lesz ilyenből olyan ami 1-es, az olyan melyikben ez benne. És 2-esre is. Jó, hát ez szép. Egyszer 2-esre, ugye dupla oldalúra szükségünk van, és kéne még egy 1-es is. Ami 1. Ez nincs benne. Kamiska. Misi, nézd, hogy mivel küzdünk itt előteljesen. Hát itt van, megtaláltuk. Itt van a dupla egyes. Jó, a következő a megoldás. Fogjátok az egyszer négyest, az egyiket fölteszitek ide a hozzátok közelebb lévő oldalra. Egyszer, és utána a másik oldalt úgy kezdjük, hogy egy darab egyszer kettessel. Na, adjad a drepcsit az egyessel, tehát egy kettes, egy egyes, és berakjuk közé a két darab egyszer négyest. Egy, és kettő. Meg vagyunk. Oké. A drepcsit arra teszem kicsit, mert a visi seggel az mindig mozog. Jó, oké. Meg vagyunk, fordítsunk egy lapot. Oké. Azt mondja, hogy amikor ez készen van, akkor elő lehet venni a Junkers logót. Hát ezt most én holom van, persze fel tudom vágni. Junkers logó, felirat. Nem jó, nem logó, az felirat. Egy ilyet kell elővennünk nekünk. Majd igen, és elő kell vennünk 2 darab olyan fajtát, ami mutatom nektek, így néz ki. Oké, 2 ilyet, egy, és kell lenni még egy ilyennek. Igen, és ezt bele kell pattintani valahogy úgy hozzá, szerintem, hogy ezeket így én ide pattintanám bele. Hát közepére mutatja, hogy a közepére kell pattintani. Tehát, hogy ide kell pattintani a közepére, és a másikat meg a másik közepére. Szóval Misi szépen lefeküdt és néz minket. Jól, de ügyes a cica. És akkor fogjátok ezt a valamit, ezt belepattintjátok majd. Akkor ez helyen van rendesen. Ezt a földön rá kell pattintani így ide erre. Lehajtani. És akkor van egy ilyenünk. Jó. Oké, ezt most félretesszük egy kicsikét, és most kezdünk új építkezést. Kell nekünk egy darab egyszer tízes vastag, kell nekünk egyszer hármas laposból 2 darab, igen, és egyszer ötös laposból kell szintén 2 darab. Egy, és egyszer ötös, még egy. Jó, megfogjuk a egyszer tízest, az aljára fölépítjük az egyszer
10-es, 10-es egyáltalán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igen, egyszer 10-es. Jó. A legvégére kell nekünk föltenni az egyszer 5-öst, így. És a másikat pedig arra, így. Meg vagyunk. És a második lukba kell nekünk betenni, tehát nem a legelső, hanem a második lukba, tehát maradni fog hely közte ide ezt a valamit. Ezt az egyszer hármast. Jól van. Oké, na, 196-os kép. Nem, jó, ezt nem szabad megbökni, nem szabad megbökni szemecske. Cipa volt benne. Na, szóval, utána kell nekünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ja, egyszer 8-asból 2 darab, és egyszer 10-esből is 2 darab a laposból. Szóval egyszer 8-asból 1 és 2 darab, és egyszer 10-esből is kell 2 darab, jó? Azt mondja, hogy a 10-es hol van hosszú, egyszer 10, és még egy ilyet valahol kerülteni kéne 2-nek. Egynek, hogy 2-nek kell lennie, jó? 2-nek. Na, akkor megfogjuk az egyszer 10-est, és így belepattintjuk ide. Eljunk? Ja jó, oké. Föl kell pattintani az egyszer 8-ast így rá, így, ezt össze kell pattintani mind a kettőt. Na, ma még sikerül, jó? Majd mindjárt. A ménkuncicek egyébként ilyenek. Tehát a ménkuncica arra vágyik, hogy a gazdája közelében legyen, olyan, mint egy kis kutya igazából. Tök négy, hogy hol vagy, mit csinálsz, ő ott legyen. És a misi ugyanez. Egy, és akkor kettő, és meg is volnánk így. Oké, meg vagyunk. Oké, és lapozzunk, de csak egyet. Amikor ez megvan, akkor ezt ide így fordítjátok. Hát ez, igen, most már így fordítjátok. Megvan. Utána szükségünk lesz nekünk egyszer 5-ös laposról. Azt mondja, egyszer 5-ös laposból szintén 2 darab kell. 1 és 2 darab. Kell egyszer 5-ös vastag is 2 darab. Nem, az csak 1 darab kell. 1 darab kell. Kell, azt mondja, hogy ez milyen? 1, 2, 3, 4, 5. Igen, egyszer 10-es vastagból is kell egy darab. Igen. És kell még ilyen döntött fajta elem. Azt mindjárt elő is vesszük. Azt hiszem, hogy ilyen fajta elem. És azt mondja, egyszer 3-as az alapja neki. Ebből kell 2 darab nekünk egészen pontosan. Jól van, semmi baj nincs. Ez kellett. Oké. Szóval, amikor ezzel megvagytok, így. Akkor azt kell csinálni, hogy az egyszer 5-öst egymásra pakolni a vékonyakkal, tehát gyakorlatilag így összerakjátok, jó? A két lapos van alul, és ez mellette, és ezt mellé toljátok így ide, ennek, és az egészet össze kell kötni az egyszer 10-essel, úgyhogy a legvégére rakjátok föl, jó? Így. Nem sikerült lepattintani. Egy, majd visszarakjuk. Jó, és amikor ez megvan, akkor ezt a támasztókat, ezt meg így ráteszitek innen így ide. Így, fönt van. Oké. A következő van 2 darab egyszer 5-ös vastag. Egy, és 2 darab egyszer 5-ös vastag. Oké. Meg vagyunk, és kell nekünk egy egyszer 10-es vastag. Oké. Fogjuk a 2 darab egyszer 5-öst, az, hogy egyszer 5-öset megfogunk, és akkor ide rakjuk erre a kihányzó helyre. Majd összerögzítjük úgy, hogy ugye rárakjuk ide a 10-est. Így. És az egyszer 5-ös meg a legvégére föltesszük. Ilyen mancsi. Na, óvatosan. Óvatosan, mennyi néz meg őt. Na, megnézed őt? Megjött a párom, és Tita észlelte, hogy itt van. Jó.
Oké, most szükségünk lesz nekünk, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egyszer 8-as lapos volt 2 darabra. Megjött, igen, megjött Nonci. Igen, és kell egy egyszer 5-ösből is egy ilyen lapos. Nagyon jó. Így fogjátok ezt meg. Az egyszer 8-ast a végétől egyet elhagytok és ide felrakjátok. Így. Az egyszer 5-öst pedig ide a másik oldalára felrakjátok. Így. És akkor ez készen van, akkor megint csak egyet hagytok el és így rakjátok fel ezt az egészet így. Tehát innen egyet elhagytok és ezt felrakjátok így. És akkor fordítunk tovább. Oké. Amikor ez megvan, akkor erre kell nekünk ilyen fajta elemeket keríteni valahonnan. Hát jó. Ilyen fajta elem, ilyet, kettő kell, egy és kettő, és kell nekünk egy egyszer hármas is, még egy lapos, jó? Oké, ezt akkor megfogjuk, és akkor egy, ide fölteszünk egy ilyet. Így, igen, és az egyszer hármas berakjátok ide a helyére. Így, és a másikat pedig így ide. Jó? És akkor ez így készen van. Most pedig kellnek majd nekünk ilyen sima laposak. Ez nem olyan hosszú, jó? Ezeket elő kell majd kerítenünk. Ezek egyszer ötös, egy darab egyszer ötös kell nekünk, igen. És kell nekünk szerintem egy egyszer nyolcas. Igaz? Igen, ide rámérjük, nagyon jó. Ezt pedig felrakjuk így ide, az egyszer nyolcast ide tesszük fel. Így, és az egyszer ötös pedig ide tesszük fel, így. Igen, megint csak késett ez a bigyusz belőle, de nem baj, nem sokáig csinálja ezt velünk. És amikor ezzel készen vagytok, akkor semmi más dolgotok nincs, mint fogjátok, és ezt az egészet így ehhez hozzá toldjátok. Így. Ez az megvan. Oké, lapozzunk tovább. Hát nem tudom, hogy leszünk, 2 perc van. Szerintem ez egy kicsit hosszabb rész lesz, ez a befejező résznek az átka, de hosszabb lesz, csináljuk meg végig. Jó. Na, akkor egyelőre itt tartunk. Azt mondja, egyszer 10-esből kell megint egy darab nekünk, egy vastag. Kell 2 darab 1x5-ös lapos. Azt mondja, hogy 1 és 2. És 2 darab 1x3-os is kell nekünk lapos. 1 és 2. Meg vagyunk. Na, lefelé fordítjuk a 1x10-est, belepattintjuk ide a legvégébe az 1x5-öst, és mellé pattintjuk az 1x3-as szintén, úgyhogy legyen közte ilyen lock megoldás, és megint a 1x5-ös felpattintjátok, megint a másik is 1x3-as a tetejére. Tehát felpattintottunk 2-t, és közte hagytunk egy-egy lukat. Oké, most akkor szükségünk van nekünk ismét az 1x8-asból 2-re. Igen, és szükségünk van, azt mondom, egyszer, azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egyszer 6-osra van most szükségünk, 2 darabra, egyszer 6-os, az olyan hol lesz, ez 7-es, 5-ös, na, egyszer 6-osat kell keressen. Aha, ez megvan, 1 darab, és abból 2 kell nekünk 1x6-osból, 2 darab, megvan, 2 darab 1x6-os. Na, következő módon kell csinálni nekünk ezt a valamit, az 1x6-ost rá kell pattintanunk ide a végére, így, a másikra is, igen, jó, és amikor ez készen van, akkor ezt a valamit, amit a kezünkbe fogtunk idáig így, ezt így össze kell pattintanunk, egyszer ide, és egyszer így ide, jó? Ez így meg is van. Lefordítjuk a föld felé, így. Most a következőre azt nekünk szükségünk, azt mondja, hogy egyszer 10-esből vastagból kell 1 darab, jó? És ha most van még a műsoridőre,
de most már megcsináljuk, egyszer ötösből, az pedig kettő darabra, laposra is és vastagra is. Egy és kettő, és laposból pedig egy és kettő. Nagyon jó. Amikor azzal megvagytok, akkor fogjátok az egy darab egyszer ötöst, vastagot, és rápattintjátok egymásra a lapossal, ahogy az előbb is csináltuk, tehát ugye van egy két laposunk és egy vastagunk egymáson, ezt mellé toljátok ennek az építménynek, és összekötitek úgy, hogy az egyszer tízest a végére föltesszük neki így, egyszer, és ezt pedig ide tesszük így mellé, a másikat, és az egyszer ötöst pedig ide tesszük, és akkor ezzel így egyelőre készen van, aztán lapozunk tovább. Igaz, már ez volt a mostani kép. Így van. Jó, most szükségünk van megint egy egyszer ötösre, vastagra. Igen, szükségünk van egy egyszer tízes vastagra, nem vesszük el, nem vesszük aztán onnan. Egyszer ötös, és kell nekünk egy egyszer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egyszer 8-as, azt hiszem, hogy ez 7-es, a 8-asok ebben vannak, ebből kell egy darab, egyszer 8-as, jó. Azt mondja, hogy megfogjuk, és akkor az egyszer 5-öst ide tesszük, nem vesszük, azt termésikém. Megszagolod, jól van, azt nem baj, megszagolod. Nem, ez ennyi mély. Így. És egyet hagyunk a végén megint neki, és lerögte a repülőgépet a macska. Mit csinált? Leesett a repülőgép, feleke. Mert mindig mozogsz. Na, nem mozogjon a macska. Kicsit átpozícionáljuk, és akkor seggettől elférünk, jó? Na, azt mondja, hogy ezzel készen volnánk. Oké, és ezt föltettük így rá. Most akkor szükségünk van nekünk megint egyszer hármasra, egy darabra, ilyenre. Most azt hiszem, hogy vele játszunk. Jó. Egyszer hármasra ide, egyszer ötösre, egyszer hármas, egyszer ötös, igen, egy darabra. Azt mondja, hogy az milyen hosszú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egyszer 8-asra megint egy darabra, és két darab ilyenre ismét. 1 és 2. Na most. Akkor ezzel megvagytok. Akkor nincs más dolgunk, mint azt csinálni, hogy ezt a két darab támasztékot most én be is teszem mindjárt ide majd. Így ide. Egy darab támaszték és két darab támaszték. Jó, és amikor készen vagyunk idáig, így, az egyszer ötöst, azt így ide rakjuk, erre az oldalra, ide, raktuk fel. Az egyszer hármast föltesz, nem húzzuk el. Az egyszer hármas föltesszük, úgyhogy megint nem húzzuk azt onnan el sehová. Így megint egy maradjon el, és az egyszer nyolcas pedig föltesszük így rá, szimplán. És akkor láthatjátok, hogy szépen emelkedik mindkét oldal. Okés. Amikor ezzel meg vagyunk így, akkor szükségünk lesz nekünk azt mondja, hogy egyszer négyes fedélre, ilyenre, kettő darabra. Igen. Most nem tudja, miért nem játszunk vele. Egyébként az a baja neki. És ugye ilyen sima lapos egyszer négyes, és amit lemérhettek itt, de ez egyszer négyes lesz. Kettő darabra. És jó. Szükségünk van ilyen fajtára. Mindegyikből kettő-kettőre. Kettő-kettő, és van ennek az ellendarabja is. De megtaláljuk, csak ugye misi véget papolásznunk kell. A misi olyan, amilyen misi, mindegy. Azt mondja, hogy ugye van egy ilyenünk. Ilyen fajta, az ellendarabja. Ebből is kettő darabra szükségünk van. Oké, és na most.
amikor ez megvan így, akkor ezeket összepattintjátok, ezeket így simán össze lehet pattintani. Egy golyó, két golyó, meg vagyunk, és ezt a részt, ezt a fajtát, jó, ezt pedig a laposat pedig a golyósra kell felpattintani, mégpedig úgy, hogy így lelógja róla. Igen. Amikor ez így készen van, akkor ezt a valamit így, az egész készet, azt ide kell pattintani a végére. Így. Tehát így fog kinézni. És az 1x4-es fedéllel, sima lapossal pedig lefedjük ezt. Így. Egy és kettő. Nagyon szép. Very nice, ahogy mondaná az angol. Oké. Amikor ezzel megvagytok, akkor keresünk megint ilyeneket, mégpedig kettőt, egy és kettő, és keresünk megint egy 1x5-öst, ilyet, meg keresünk egy 1x8-as, ilyet. Szerintem már összeítettem őket, mert legyen ennyi dolgok, mert misi véget úgyse férünk el. És egy 1x8-as kéne nekünk még ezt ügyes. 1x6-os vagy 8-as kéne nekünk oda. Milyen kell oda? Kell egy 1x5-ös, igen, ez megvan. És 1x8-as kell még oda, igen, ez lemériposs, jót tesz a lengelés. Jó, oké. Szóval ez így készen van, srácok, akkor ide ezeket a kis sarokelemeket a két szélre rárakjátok. Egyszer és kétszer. Aztán kezdjük a nagyobbal, a hosszabbal, ide felpattintjuk ezt az elemet ide végig. Így, és ide rakjuk a másikat. Nagyon jó. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor elővesztjük ezt a valamit, így, és ezt a valamit így ráteszitek, így, a másik oldalról, így, össze kell tolni, tetemes erő szükséges hozzá, és ezeket a valamiket így lehajlítjuk, egy és kettő, ezeket így lehajlítjuk, oké, és tovább is tudunk lépni. Szükségünk van egy 3x3-asra, szükségünk van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1x7-es, most kell az 1x7-esek, ebből kell 2 darab, 1x7-esből kell 2 darab, 1x5-ösből kell 1 darab még, ahol annak lenni kell még jól, akkor nincsük össze az egészet, most már ideig is, már nincs semmi más, akkor egyszerű lesz keresgélni, a kicsiket hagytam még egy helyen. Na, kell nekünk egy 2x5-ös, ilyen, így igen, és hogy kéne egy 1x5-ös, ami itt van. Jó, megfogjátok a két darab 1x7-est, így mellé pattintjátok, és a 2x5-ösökkel át úgy kell csinálni, hogy először az 1x5-össel kell összefogatni. Megmutatom, hogy a leg célszerűbb és egyszerűbb, ezt így rápattintjátok, közé pattintjátok a 3x3-ast, így, és mellé pattintjátok az 1x7-est. És amikor ez így készen van, így, csak rá kell pattintani a 2x5-öst. Így. Azt mondom, megnyomkodjuk, jó. Oké. Utána kell nekünk két darab nagyon hosszú, ilyen sima lapos, aztán 1x10-es hosszúságú lesz. Igen, az nem a te játékod. Jól van, oké. És kell ilyen kettő. Ismét kell nekünk két darab 1x7-es. Igaz? 7-es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2x8-as, körül 1x8-as kell, 1, és még egy, 1x8-as, és kell nekünk egy 2x3-as, igen, és kell nekünk egy 2x5-ös, jó. Következő módon kell megcsinálni, a 8-asokat megfogjátok, így rápattintjátok így a 2x5-öst, és az 1x8-asra így a 2x5-öst így rápattintjátok, közé teszitek a 2x3-ast így ide, és akkor ez így megvan, akkor ezt ide így lerakjátok,
Igen, és ezt a dolgot, semmi más dolgunk nincs, mint ide be kell pattintani a kettő közé, így. Egyszer. És kétszer. Oké, ezzel megvolnánk. Menjünk tovább, szükségünk lesz utána. Vannak ilyen érdekes kis elemeink, ilyenek, amik ilyen, így néznek ki. Ebből három darab kell. Egy, kettő és három. Kell egyszer hármas. Abból kell nekünk kettő darab. Egyszer hármasból kettő darab kell. Igen. Kell egyszer kettes vastagból egy darab. Igen. Kell egy ilyen elem, ebből egy darab kell, ez kétszer hármas alapú. Oké, és egyszer kettesből kell még egy darab nekünk, így laposból. Oké. Na, egybe szórjuk az egészet, és csak egy dobozunk maradt, mert már csak ennyi elemet lesz raknunk. Na, ez itt a kezetekben van, a kétszer, az egyszer hármas megfogjátok, ide rakjátok az egyiket, így, és ráteszitek a másikat. A kettő darab egyszerre most egymás után ide raktátok föl. Ezeket a kis íves elemeket, ezeket ide rakjátok. Egymás mellé. Ne vedd el, cicám, jó? Ne vedd el. Ügyes vagy. Jó, tehát ezek itt van, így néz ki. Jó, oké. Az egyszer kettest azt ugye fogjátok, és ide rakjátok a legszélére, ide. Utána bepattintjátok ezt a döntött elemet, és az egyszer kettest pedig a legvégére fölrakjuk a vastagot. És akkor van nekünk egy ilyenünk. Így néz ki. Oké. Már csak kettő lapon is végzünk. Amikor ezzel megvagytok, akkor szükségünk van ilyen fajtából egy darabra. A fele vastagságúból megint egy darabra, öt darabra abból a kis íves elemből, ilyenből, ebből öt darabra, egy, kettő, három, négy és öt darab, igen, és ilyen fajta elemből egy darabra, nagyon jó. Szóval fogjuk a döntött elemet, ide berakjuk az egyszer kettest, így ide. Ide beraktuk mellé az egyeset, így. Ezt a kis támlását, ezt ide rakjuk, na, lemelj, lemész, cicám, menjél. Menjél. Igen. Na, meghagyta nekünk a helyet, most már is van. Jó. Ezt így ide. És az ötöset, az öt darab kis elemet pedig úgy kell felraknunk, hogy ide kell hármat, egy, kettő és három, és a másik oldalra pedig ide, a maradék helyre az két darabot fel kell tennünk. Így egy és kettő. Na, szóval van egy ilyenünk, ami így néz ki. Oké, és amikor ezzel elkészültünk, akkor már csak az utolsó simításokra van szükség. És pedig szükségünk van ugye ilyen fajtából ismét kettőre, a párjából ismét kettőre, ami ugye így néz ki, kettőre. Szükségünk van ezek után ilyen elemre, ami egyszer hatos, lemérhető kettőre. Igen. Azt mondja, hogy egyszer hármas fedélből kettőre, egyszer négyesből is kettőre, és maradt még két, azaz két darab egyszer hetes ilyen elemből, ebből is kettőre, és elfogyott a dobozból minden. Oké. Amikor ezzel megvagytok, a következő megoldást kell csinálni. Fogni kell az egyszer négyes fedelet, és rápattintani a golyósnak a
fenekére, így. Egyszer, és rápattintani az egyszerhetest így ide. Amikor ezzel kész vagytok, akkor merré kerteni az egyszer hármas fedelet, így. Így. És ez így megvan. Jó, utána fogjátok a... belepattintjátok a helyére a bogyót. Így. Ezt megdöntitek, és ezt a valamit meg rápattintjátok úgy, hogy ez itt legyen a végén. Így, ennyi. A következőt az dettó ugyanígy meg kell csinálni. Tehát itt megint csak lelógunk, rátesszük a bogyósat, rátesszük a egyszer hármasat, belepattintjuk a bogyósat, és rápattintjuk ezt így. És van kettő ilyenünk. Na most, amikor ezzel megvagytok, ezt a valamit, ezt megfogjátok így, megfordítjátok, és erre a valamire kell nekünk rápattintani ezt a valamit úgy, hogy úgy látszódjon ki az egész, hogy én ezt látom, háromnak teljesen ki kell látszódni, meg egynek kell csak kilátszódni. Hát én egyen arrébb pattintottam a kelleténél. Jó. Tehát úgy kell fölpattintanatok ezt, hogy három ilyen kis 1-2-3 kilátszódni teljesen, és itt pedig csak egy látszódjon ki. Oké? Ezt ide fölpattintjátok a másikat is ugyanarra a helyre. Amikor ezzel meg vagyunk, így átfordítom, és ezt a valamit pedig így ide kell, hogy tegyétek. Tök egyszerű, mert adja magát, hogy hogy fog fölmenni a helyére. Ugye ezt a valamit én fogom is ide rá tudom pattintani, így. Így. Egyszer, kétszer, ide rápattintottuk, utána lehúzzuk így ide ezt valamit, így ide lehúzzuk, így ide egészen, és itt meg megint csak rápattintjuk a helyére, így, jó? És akkor készen van az állványunk, ami ezáltal a gépet egy kicsit meg is fogja billenteni, és felénk fogja tudni beállítani, és ezek után, ugye, úgy kell csinálnunk, hogy ezt így mutatja háttal, és a Junkerst azt ugye rá tudjuk szépen cuppantani egészen pontosan így. Azt mondja, hogy ideig, így, erre, így. És amikor készen van, akkor az egészet meg tudod csinálni úgy, hogy így megfordítsd. Ezáltal elkészült a csodás kis szerkezetünk. Tehát fönt van egy ilyen állványon, igazából én azt látom, hogy ezt szerintem ideig kéne így, igen, és akkor megtámasztódik, így, nagyon jó. Így föl lehetne tenni, és akkor így tökéletesen látszódik a gép kvalitása. Hát nem tudom, hogy igyekszek beforgatni a kamera elé, tehát így, és így látszódik maga a gép, madár is. Úgyhogy így elkészült a Junkers, csodás nagy repcsink lett. Be tudjuk állítani a vezérségüket, hogy normálisan álljanak rajta. És végül is egy limited editionként magán egy állványon áll az egész, és így tökéletesen jól látható a dolog. Leveszem egy picit a kamerát a helyéről, lehúzom róla a töltést, és meg, ha bár, igen, kiveszem a tartójából, és így fogom megmutatni nektek, hogy kiveszem a tartójából a kamerát. Jó, és akkor itt van, így itt van a Junkers. Így meg tudom nektek mutatni. Kicsit távolabbra viszem. És akkor itt van a repcsi, és akkor ezt így tökéletesen elkészítettük. Jó,
Nos, hát akkor én ennyi voltam már a srácok, lányok. 13. részben kész lettünk mindennel. Köszönöm szépen mindenkit a megtekintést. Ha tetszett, egy lájkot, hogy a csapjatok ki rá. Gyertek el legközelebb is, mert egy Stug 4-es még biztosan vár megépítésre. Én ennyi voltam mára. Heszi papa voltam. Sziasztok!